Majd a Mónikát megkérdezem.
Köszönjük szépen a kiszolgáljukat, köszönjük szépen. Hogyha azt mondtam, hogy nem kapodom el, szálltam rá ki. Úgyhogy... Hát ők például ugye rólam nem csinálok is, mert mondom, hogy öt nyelvvel, meg bizonyos is bátségi körrel. Nem lehet megkérdezni, hogy milyen technikáját tettél? Hm? Tíget, Az a sejem, pontosan. Aha. Pontosan sejem. Jó. Aha. Hol lesz? Tor. Ja, egy kicsikét oda jön ahhoz a kép. Igen? Szeretném kép. Igen? Jó. Jó. Minden sejem. Olyan értettem, hogy mesztelen van, de mintha még ne rohasna is lenne rajta. Én úgy látom a lábán. Igen? Igen, azért mondottam, hogy sejtő technikával. Igen. Na, tessék. Igen? Kicsit. De nem profisítve, hanem amatőr szinten. Aha. És ezt néztük, ezt a képet. És
olyan, mintha egy ilyen nagyon finom harisnya lenne rajta. Van ilyen harisnya, az a harisnya, az a harisnya, és van másik kép, sok harisnya ilyen, az a harisnya. És mit jelentenek a kigyók? Kigyók, igen, lán, ugyanaz a kigyók. Kísértés? Lán, az a kigyó. A lány az a kigyó? Kigyó, Kínában. Kínában? Igen. Ja. Ah, és például ott van a gyík. Hát, hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! Ez közhely, hogy nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki itt van. A kiállítás Liu Shulin barátomnak a műveiből készült. Ez a rövidke füzet, ami a meghívót is tartalmazza, ugye az csak odáig mutat, hogy mióta él Magyarországon. Azért egy kicsi kiegészítés. A Tianjini Képzőművészeti Főiskola elvégzése után ő a Shenzhen városba, aki kínai viszonylatokat úgy, ahogy ismeri, az ugye a 80-as években a fiatalok városa volt az első különleges gazdasági övezet. A shenzheni nagy építkezéseknek a belső díszítő festője volt, aztán idejött Magyarországra. Mint annyi sok kínai értelmiségi, aki idejött, hát a piacon kezdte, alulról verekedte föl magát. Mi, akik igen kemény küzdelmet vívtunk a tudatlansággal, ugye itt volt abban az időben, hogy a Magyarországról érkezett kínaiakat besöpörték a külföldiek és idegenrendészeti témakörbe. Mondtuk, néha oda is ütöttünk, hogy hát itt komoly értelmiségiek érkeztek, akik nagyrészt értelmiségiek, akik előbb-utóbb egy kultúra közvetítő szerepet fognak játszani a magyar társadalomon belülről, a kínai társadalom és kultúra körén belülre. Hát most kezdik végre elhinni nekünk. Aztán lassan évek múlva megjelent, amit ugyan csak néhány Kínával foglalkozó külügyes barátom figyel, a kitűnő minőségű magyarországi kínai sajtó a remek irodalmi mellékleteivel, majd késik, mindjárt jön a Yu Zheming úr, aki mára itt fordított szegény Gion Nándi barátomat, szóval a magyar irodalom legjobbát. Na de térjünk vissza a képzőművészetre. Na most azt ugye lehet talán a Shulin barátom beleegyezésével mondani, hogy ő európai környezetbe a szecessziót érintette meg, akinek most van a kiállítása Shilének, az osztrák festőnek, annak Kínában is megjelent könyve. Úgyhogy, és egy érdekes különbséget mond Shile és saját maga között. Nem az erotik Kusnak mondható téma az azonos mind a kettőjüknél, de amíg Shile ecsettel megdolgozza a hátteret, addig itt mindenhol a háttér egy homogén felület. Ez már egy távol-keleti, mondhatnám buddhista filozófia, hogy az ember létét a semmi veszi körül. Ennek irodalma van, ha valaki nagyon beleásta ebbe magát,
szegény Tőkei Ferenc a zen buddhizmusról írott könyvébe ennek a gyökerét hozza. Azután még egy, talán egy utolsó érthetőségi szempont, a zöld koponya benne a szögekkel. Szintén egy buddhista hagyomány. Amikor megszületünk, elkezdődik a létezésünk szenvedése. Egyre több szög éri a lelkünket. Talán ennek a gondolatnak egy kicsit leegyszerűsített változata nagyon gyakran látható ismeretterjesztő filmekben a mongol és tibeti buddhista számállarcoknak a sok-sok halálfejjel kivert fején. Tehát rejtve itt vannak a Kínából hozott gondolatok és motivumok, ami már egyéni megoldás, hogy vegyék észre, hogy az emberi test az mind a fénykép, fekete-fehér, mert az a valóság, az a tény. Néha durva valóság, de valóság. Amit magára vesz, amit magából mutatni akar, hogy, vagy ami akar lenni, a ruha és a tárgyak, a virágok, azok színesek. Na most már családom belül kaptam nagyon megszívlelendő tanácsokat, hogy ami nem, amit érezni kell, azt nem okvetlenül kell megmagyarázni. Nagy gondolata a lányomnak, aki ott ül, és megfogadom mondat elejétől a végéig, a ponttal. Úgyhogy én lassan be is fejezem. Ennyit tudtam segítségként elmondani ahhoz, hogy tudjanak bizonyos körülményeket, de a többi az már a néző és a mű viszonya. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Ez
50年了。要几斤？花的50年，我已经57岁了。啊，那这个以后要减。在他妈妈这么好的朋友，我有，我每单都跑啊，到那个图书馆，单都点一下，Yeah.